Akinek még nincsen, annak is sörhasa lehet ezután Romániában. Nem sokára 9%-ra csökkentik a csapolt sör áfáját, döntött a parlament. 2 évvel ezelőtt a hazai sörpiac 10%-os csökkenést jegyzett, ez 2014-ben újabb 8,6%-kal zsugorodott. A képviselőház tegnap a jelenlegi 24-ről 9%-ra csökkentette a csapolt sör áfáját. A módosítástól azt remélik, hogy megnöveli a fogyasztást, és ezzel párhuzamosan az állam bevételeit is. Ebben a marosvásárhelyi sörházban a csapolt sör a legkelendőbb termék. 8 év tapasztalata szerint csapolt sör állítólag is nálunk sokkal jobban fogy, ha van. Ez mindig, ahol a csapolt sör van, az mindig jobban ment, mint az üveges sör, mindig frissebbnek. Az emberek mindig, az emberek az is, hogy az frissebb sör, az jobb sör. Ez szerintem mindig jobban fogyott. A nyári teraszokon szórakozók is leginkább korsós sört fogyasztanak, ha alkoholos italról van szó. A megfigyeléseink alapján jobban fogy a csapós sör, árban ugyanannyi, mint az üveges mennyiségileg is, de jobban veszik a csapós sört valami miatt. Biztos gondolják frissebb. A statisztikák szerint Romániában az egyfőre eső évi sörfogyasztás 2008-ban 100 liter volt. Ugyanez 2014-re 74 literre csökkent. A sörözők 53%-a pillepalackos, 26%-a pedig üveges terméket vásárolt. Az összfogyasztás alig 3,5%-a volt korsós sör. Ennek az áfája sokat nem fog hozni az államkasszába, ám a fogyasztók mindenképp jól járnak. Vagy több pénz marad a zsebbe, vagy több sör jut a hasba.